Kedves barátaim! Az év 365 napján azt foglalkoztat minket, hogy hogyan és miben különbözünk egymástól. Ezzel szemben karácsonykor arra figyelünk, hogy mit tesz minket közösségé. Megszűnik a különbség, és embereket látunk vágyakkal, célokkal, hiánnyal és szükségletekkel. Engedjük, hogy a karácsony üzenete átitassa napjainkat, vegyük észre a minket körülvevő világ kiáltásait. Ne szalasszuk el, ragadjuk meg lehetőséget, hogy környezetünk számára szebbé tegyük az ünnepet, mert minden önzetlen segítség magában hordozza az önön jutalmát. Ezt évről évre megtapasztalhatom, azt kívánom, önök is tapasztalják meg. Nagy öröm volt látni a gyermekek vidám arcát, amikor a Mikulás megérkezett a főtérre, és ajándékkal lepte meg a kicsiket. Határon túli csángó barátainkat is biztosítottuk arról, hogy gondolunk rájuk karácsony alkalmával is. Támogatást költünk egy kis faluba, Kostelekre. Közösségünk leginkább rászoruló tagjainak tűzifát osztottunk, a gyermekeknek pedig ingyenesen biztosítjuk az étkezést az ünnepek alatt. A jégpálya élményét mindenki számára elérhetővé tettük, hiszen a családoknak és a diákoknak különleges kedvezményeket biztosítunk. A rászoruló családoknak ajándékgyűjtési akciót szerveztünk, remélem, így minden 60. karácsonyfa alá kerül ajándék szenteste. Ez a gondolatiság segít minket abban, hogy jobban kinyíljon a szemünk a minket körülvevő világra. Ezek az élmények lelki feltöltődést nyújtanak számunkra, melyek kitarthatnak akár 2016 karácsonyáig. Ha megnyitjuk lelkünket és önzetlen szeretettel tekintünk egymásra, tiszta szívvel élhetjük át karácsony csodáját. Az én álmom az, hogy mindenkit boldognak lássak 60-ban, hogy a gondtalan arcokról a felszabadult szeretet sugározzon karácsonykor és az év többi napján is. Akkor élhetjük át igazán az ünnepet, ha a segítő odafigyelés, a megbocsájtás és a feltétlen törődés öröme vezeti érzéseinket. Ezekkel a gondolatokkal kívánok önöknek, 60-nak és valamennyi magyarnak a jelenlegi határokon innen és túl meghitt, békés, boldog karácsonyi ünnepeket.